25 éves jubileumát ünnepelt a Bonyhádi Atlétika Klub. Csábrák János vezetőedző felelevenítette az elmúlt 5 év eredményeit, azokat a nemzetközi sikereket, amiket a klub sportolói elértek. Folyamatosan minden évben ebben az elmúlt 5 évben, ugye a tavalyi járványt leszámítva, akkor nem rendeztek nemzetközi versenyt, minden évben volt gyerekünk kint Európa-bajnokságon, vagy korosztályos világbajnokságon. Ez egy óriási fegyvertény. És hogyha még azt is elmondom, hogy Varga Lőrinc szemében egy olyan kiváló sportolót sikerült kinevelnünk, fölnevelnünk, én voltam az edzője, aki 3 világeseményen is részt vett. Sajnos a kenyai az csak virtuálisan történt, mert a terrorveszély miatt a magyar csapat nem utazott ki 2017-ben Nairobiba, de 18-ban Tamperében ott voltunk a junior világbajnokságon, ott 26. lett 800 méteren, és 2019-ben pedig egy nagyszerű európai negyedik helyezést ért el 800 méteren. És folytatódott tovább ez a sikersorozatunk, abban az értelemben, hogy a idejében már újra tudtak nemzetközi versenyeket rendezni, és Kling Réka kiváló súlylökünk, aki korosztályban többszörös magyar bajnok, tudott bennünket képviselni Tallinnban az Európa-bajnokságon. Az Atlétika Klub elsősorban a középiskolás korosztály felkészítésével foglalkozik, a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium adja az utánpótlás bázisát. A Kölyökből Atléta nevű programnak köszönhetően, ami az általános iskolásokat célozza meg, adott a háttérbázis is a későbbi atléták kinevelésére. Ezáltal, hogy mi középiskolás alapon foglalkozunk a gyerekekkel, tehát ez a fő bázisunk a létszámban, ugye ők azért érettség után tovább tanulnak. Bejönnek a gyerekek 9-be, 12-be tovább mennek. Idén is egy nagyon jó korosztályt engedtünk el. Ezt tudomásuk kell venni, tesszük a dolgunkat. Az atlétikai klub mondja, egy utánpótlás nevelő klub. Mi ebben az ifjúsági junior korosztályban vagyunk egy meghatározó egyesület Magyarországon. A jubileumi ünnepségen egy dicsőségkiállítást is megtekintettek az érdeklődők. Itt annak a hús sportolónak az eredményeit mutatták be, akik az elmúlt 25 év során válogatott atléták lettek. A sportolók összetartása a klub életében szintén hozzájárult ahhoz, hogy eredményesen szerepeljenek a megmérettetéseken. Ami fontos szerintem a mi klubunkban, és ezt visszajelzi akár a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke, akár a többi klub, hogy nagyon-nagyon összetartóak a fiataljaink. Tehát amikor versenyen vagyunk, akkor látszik, hogy reketre üvöltik magukat, úgy drukkolnak egymásnak, és az edzéseken is, mivel együtt sokkal könnyebb izzadni, terhelni magukat és szenvedni is, így erősítik egymást folyamatosan, és ez egy nagyon összetartó csapattá, egy családdá teszi őket. Úgy szoktam fogalmazni, hogy a Bonyhádi atléta az egy érzés, tehát Bonyhádi atlétának lenni az egy gyönyörű érzés, és mindenkiben megmarad ez, hiszen a mai napon is érkeznek a régi atléták is, akik még a régi klubban edzettek és sportoltak. Az Atlétika Klub egykori válogatott sportolója, Barta Dávid szintén képviseltette magát a rendezvényen. A Bonyhádi Arany János általános iskolában kezdett el sportolni, először a futballal próbálkozott, majd a későbbiekben váltott az atlétikára, ahol kiemelkedően teljesített 200 és 400 méteres síkfutásban. A 8. osztályos koromban jött az első komolyabb eredmény, a 3. lettem egy összetett diákolimpián, és ez volt az, ami igazából az az eufórikus érzés, a győzelem, a siker, a belefektetett munka gyümölcse, ami az atlétika iránt elvitt. Utána 2009-ben a gimnáziumban folytattam, ahol egykori volt foci edzőm Csábrák János is átigazolt ebben az időszakban, és itt Sajdler Géza és az ő kezé alatt dolgozhattam tovább. A több edzésnek ugye meglett az eredménye is, sokkal több minőségi munkát tudtunk elvégezni az edzések alapján, így sikerült kijutnom 2011-ben egy ifjúsági világbajnokságra, ekkor már többszörös válogatott, magyar válogatott voltam, majd 2012-ben Barcelonában junior világbajnokságra, és ezt követte 2013-ban a felnőtt Európa-bajnokság Helsinkiben, Finnországban. Barta Dávid azt is elmondta, hogy a nemzetközi versenyen elért eredményei segítették hozzá ahhoz, hogy az amerikai University of Virginia Egyetem edzője felfigyelje rá, és sportolói ösztöndíjat ajánljon neki. Ezek a nemzetközi versenyek során ez egy bevett módszer az amerikai edzőknek, hogy kijárnak erre a versenyekre, és itt próbálnak olyan atlétákat megnézni, találni, akik úgy gondolják, hogy az egyetemüket előrébb tudja vinni, mind eredményekkel, mind tanulmányilag, és itt figyelt föl rám az edző, viszont szeretném hozzátenni, hogy nem
karbatett kézzel vártunk erre, hanem előtte készültem egy ilyen lehetőségre én magam is, szüleim, illetve az edzőim támogatásával, külön órákat vettem angolból, elvégeztem azokat a vizsgákat, amik ugye szükségesek lennének egy esetleges külföldi továbbtanuláshoz, és amikor ez az edző ugye megkeresett, akkor már felkészült voltam. A rendezvényen átadták a 2020-2021-es év legeredményesebb atlétáinak az elismeréseket, majd Barta Dávid egykori válogatott atléta beszámolóját hallgathatták meg az egybegyűltek amerikai sportpályafutásáról.